Ez a Dombóvári Művelődési Ház előtti tér az, melyet Makovec Imre másmilyennek álmodott meg, mint amilyen a jelenlegi formája. A neves építész hagyatékát őrző is kezelőbizottság már járt a Dombóváron, és elmondta, a kormányzat támogatja a Makovec tervek megvalósulását. A tárgyalások most újabb szakaszba léptek. Makovec Imrének komoly kötődései voltak a városhoz. Nagyon jó barátai, illetve barátja élt itt, Balipap Ferenc, aki hosszú évekig, sőt, talán évtizedekig a Dombóvári Művelődési Háznak volt az igazgatója, a vezetője. És hát a barátság révén sokat volt is itt, és hát tervei is születtek, amiből volt, ami megvalósult, volt, ami nem. Legelső terveik közül való a Dombóvári Hotel, amit ugye a gúny neve az is volt, hogy beton, ez úgy körülbelül elmond róla sok mindent, de aztán későbbiekben lakóházat is tervezett, ami felépült, és hát különböző tervek is készültek. Úgy került ide az alapítvány, hogy több viszonylag nagy volumenű dolgot tervezett Makovec Imre Dombóvárra, többek közt a művelődési ház előtti térnek a kialakítását. Ez sajnos nem valósult meg, és most fölmerült annak a lehetősége, hogy ez sok-sok évvel Makovec Imre halála után, vagy a tervei elkészülte után most elkészülhet. A folyamat úgy zajlik, mondja Kenényi Zsolt alpolgármester, hogy az alapítvány előkészíti a terveket, költségelik, majd a kormány elé kerül, akik évente egy alkalommal döntenek arról, mely elképzelés szőrt utat abban az esztendőben. Ezek ősszel, késő ősszel, november-decemberben születnek ezek a döntések, tehát körülbelül itt decemberre derül ki, hogy a dombóvári projekt az támogatást kap-e vagy nem. Úgy érezzük mi a tárgyalások után vagy közben, hogy komoly esély van arra, hogy ez megvalósulhat. A városnak bizonyos dokumentumokat kell az alapítvány számára átadni, példaként közműtérkép, tehát hogy pontosan tudják, hogy hol mennek a közművek, mihez, hogyan lehet hozzányúlni, illetve egy geodéták által elkészített nagyon pontos helyszíni tervet kell nekik átadni. Ezt el kell készítetni, aminek ugye hát borzasztó precíznek kell lenni, hogy lejtések, stb. Szintezések, hogy mennek, mert ez alapján tudják ők teljesen elkészíteni a kész terveket. A tér jelenlegi állapota és a Makovec által megálmodott tér több ponton összecsengenek, és ezek szerepelnek az új elképzelésben is. Például a térnek a középpontja úgy néz ki, hogy ugyanott van, mint ahol vagy ahová Makovec Imre tervezte, illetve bizonyos sugárirányú utak is használhatóak lesznek, vagy hasonlóak lesznek. Ami nagy különbség lesz a jelenlegihez képest, hogy egy fából készült ívekből álló, hát nem is tudom, minek lehet mondani, ilyen térelemek lesznek elhelyezésre. Ugye vannak már róla látványtervek, vagy vázlatok, ugye ott lehet ezeket megnézni, hogy hogyan fog kinézni. Én azt gondolom erről, hogy ez több lesz, mint egy köztérnek a felújítása vagy átalakítása, ez kifejezetten művészeti alkotás lesz. Amennyiben a kormány bólint a dombóvári beruházásra, a város költségvetését ez semmilyen módon nem terheli majd. Ha elkészül, Makovec Imre kevés városközponti terve közül valósulhat meg az egyik. És ez lehet a dombóvári projekt előnye a többi tervhez képest.